Szó Kolozsvárot című kétkötetes kiadvány első kötete Sziveri Jánoshoz, a második kötete pedig Sziveri Jánosról szól. Ugyanis még az elsőben a Szőcs Géza által a betegágyánál neki mesélt történetek kaptak helyet, addig a másodikban a róla szóló nekrológok, valamint a tőle származó kéziratok, levélrészletek és egyéb írások kerültek bele. Ez elsősorban a Sziveri alakjának a fölidézése a saját magam számára, és talán mindazok számára is, akiknek érdekes ez a tragikus só, fiatalon elhunyt, de igen jelentős költő. A szerző kifejtette, úgy véli Sziveri János élete és munkássága, ahogyan fogalmazott, még ma is igen nagy fehér foltot képez a kortárs irodalmi tudat térképén. Az biztos, hogy van egy anyaországi kánon, meg vannak az utódállamokkal, magyar közösségeinek a saját kánonjai. Ezek döntően átfedik egymást, meg befolyásolják egymást, de azért érezhető különbségek is vannak. Szőcs Géza abban bízik, hogy könyvének köszönhetően több fény vetülhet majd egykori költőtársa és jó barátja Sziveri János alakjára, ami hozzájárulhat a szerinte most még nem létező, de mindenképpen kívánatos Sziveri kultusz kialakulásához is.